szeretném bemutatni a következő kollégát, Szabó László Attilát, Csongrádról érkezett ide, hiszen nem csak Budapestből áll a világ, hanem nagyon sok vidéki tanárkollégát is meghívtunk, hiszen nagyon hasznos munkát végeznek, és például Szabó László tanár úr a Te Tudod Diák Laboratóriumban kísérletezik diákjaival, és ott folyamatosan bővíti kísérleti eszközökkel a módszertárát, illetve a kelléktárat. A 17-es ankéton országos fizikatanári Nehabosz kísérlettel szakmai zsűri első díját nyert el. 18-ban is szakmai zsűri díjat nyert el, harmadik helyet, és a Science on Stage nemzetközi fesztiválon pedig egy külön díjban részesült. Szabó Lászlót, aki hallotta, már nem először jár itt a Kutatók Éjszakáján, hiszen nagyon látványos kísérleteket szokott hozni, és bevonja a fiatalságot is, úgyhogy bátran, amikor a tanár úr felkér titeket kísérletezni, akkor nyugodtan kattanjatok rá, hogy diákosan, szlengbe szoktátok mondani. Fogadjátok sok szeretettel a kollégát. Köszönöm szépen. És én azt szeretném kérni, hogy egyből kattanjatok rá, tehát kísérleteket lehet nézegetni, de leginkább csinálni kell. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy kiraktam ide 5 tálcát, 2-3 gyermek. Hozzatok széket is, jöhet mindenki széket, elsősorban húzzatok ide. Jó? És akkor szépen. Jó, de várjál, a túloldalról, jó? Már itt. Oké? Okay. Még ide is, nézd csak, üljél bentebb, gyere csak ide gyorsan, ide bentebb, székestől. Így. Hát inkább ide a sarokra, jó, hogyha itt mozgok. Vagy hát a hölgy akkor ne üljön sarokra. Jó. Igen, engedjétek még ide be. Csücsé, és akkor szuper. Nagyon jó. Jó. Na, akkor vágjunk is bele közepébe. És hát, ahogy láthatjátok, sok-sok lufit hoztam. Minden egyes kísérlethez, talán egy kivételével lufit fogunk használni. Most a lufiról annyit azért tudni kell, hogy 1820-as évek elején jelent meg. Egy Hancock nevezett úriember már 1822-ben egy olyan készletet árult, amit ha megvett az ember, hazavitt, akkor tudott már otthon lufit készíteni. Na most ezek nem ilyen lufik voltak, hanem ilyen gumilabból készült lufik, aminek a szélét össze lehetett ragasztani, és akkor meg lehetett tölteni különböző gázokkal. Az első ilyen kísérlet Faraday nevéhez fűződik, aki 1824-ben már hidrogénnel töltött lufival kísérletezett. Ezt nem fogjuk itt megcsinálni, mert ugye nagy durranás lenne itt a hidrogén. Képzőművészeti alkotásokban is gyorsan megjelent a lufi. 1882-ben egy festményen már a Nürnbergi játékkészítő kezében ott vannak a lufik. Na most, ahogy mondtam, ugye gumiból készül, talán hallottátok, hogy ez ugye a kaucsuk fának a nedveiből készül. Egy vulkanizálás eljárásával tudják még rugalmasabbá tenni a lufit. Nagyon sok mindenre lehet használni. Nem éppen boldog az a lány, pedig hát egy nagyon szép színes lufi ruhában van. De lehet vele festeni, lehet vele dekorációt készíteni. Ezek kik? Kik ezek? Nem ismeritek? Teeny Ninjatek! Nagyon szuper, nagyon jó. És hát fölül látható egy sporteszköz, gyakorlatilag, hogyha két papírtányér egyes patulát ráragasztatok, és akkor egy lufival, mint a tenisz lehet játszani. Na most én egy nagyon egyszerű kis eszköz fogok mutatni. Hát én elkészítettem nektek, majd aztán haza is vihetitek. Semmi más nem kell hozzá, csak egy papírhenger, akár egy WC-papír guriga. Kell hozzá egy lufi és egy kis szigetelő szalag. Ennek az eszköznek az a tulajdonsága, hogy ezt otthon lehet használni, de csak abban a szobában, ahol a legvastagabb szőnyeg van és a legtöbb bolyhal rendelkezik. Ugyanis, ha levágjuk a lufi végét, ráhúzzuk a papírhengere és ráragasztjuk, akkor kapunk egy ilyen kilövőt. Aki itt volt már a kezdetek óta, akkor láthatta, hogy ezzel gyertyát is el lehet oltani. De nem csak gyertyát lehet eloltani, hanem lehet vele konfettit kilőni,
Na most, ezt csak azért merem megtenni, mert úgyis jönnek a takarítók, és akkor, ha az ember ezt megfogja, és... Na most ezt összetakarítani azért nem egyszerű dolog. Otthon anyának, nehogy a haragját kihívjátok, lehet pingponglabdával is játszani vele. Ugyanis, ha ezt én szépen... Nem kézzel kell elkapni, hanem a másikkal. Tehát ezt kilövöm, és próbáld meg a másikkal elkapni. És majdnem sikerült. Na, ezt lehet gyakorolni, úgyhogy ezt haza is vihetitek. Na most... Igen, akkor itt van a kilövő. Akkor hangolódjunk a kísérletekre. Majd a végén visszakérem, jó? Hát sokat fogunk lufit fújni. Mindenki, tehát tálcánként egy lufit használjunk most el, jó? Egy lufit, mégpedig egy ilyen nagy lufit, és minden tálcán van egy gémkapcson kettő darab anyacsavar. Jó? Valamelyik anyacsavart a kettő között, egy 6-os meg egy 8-as, szépen le kell venni, jó? Bele kell tenni a lufiba, jó, ezt a csavart, így, és fel kell fújni a lufit, jó? Csavar benne van. Gyerünk, lufi fújás, és utána be kell kötni, akinek nem sikerül, segítek, amíg meg nem fájdul a fejem. Be tudod kötni? Sikerült? Csavar benne van. És akkor most következik, hogy rá hangolódunk, tehát hangot fogunk előállítani. Na, mit kell csinálni? Hopp, újat kell fújni, semmi baj. És csak odaadom ezt neked akkor, jó? Ebben már benne van. Jó? Azaz, nagyon jó. Na, ezt kell csinálni. El kell kezdeni, nem úgy, benne van a csavar. Igen, akkor meg kell fogni, és a csavart el kell benne. Jó? Na most... Nagyon jó, ráhangolódunk. Ugye a magyarázat az, hogy amikor a csavar ugye mozog a lufiban, ez egy hatszögletű csavar, és amikor átbillen a csavar, akkor kicsit megüti a lufit. És ezért nagyon gyorsan tört, és ez rezgésbe hozza a lufinak az oldalát, és ezért ad ilyen hangot, jó? Jó. Sikerült mindenkinek? Jó, akkor szerintem most tegyük le egy picikét, mert nagy lesz a hangzavar, és ha ugye túl sokan kommunikálunk, akkor abból semmi nem sül ki, jó? Jön a következő kísérlet. Olyat már mindenki látott, hogy fölfújunk egy lufit és elengedünk. Mi történik vele? Elrepül. Na most is ezt fogjuk csinálni, de mielőtt elengedjük a lufit, a lufinak a peremét egy ollóval levágjuk. Arra kérek mindenkit, hogy ne az ollót azt még tedd le. Jó? Nagyon vigyázzatok vele, mert éles hegyes, meg ne szúrjátok a másikat. Tehát még egyszer, föl fogjuk először fújni a lufit. Semmi baj. Fölfújtátok? Tedd le most már azt a lufit, ami a csavar van, mert ki fog durranni, hogyha abba csavar van? Azt most tedd le, tegyük félre, jó? Jó? Nem kell bekötni, ne kössétek be, csak megfogod. És akkor a szomszédod óvatosan levágja a lufi száját, a peremét, de az ujját nehogy levágd. Jó? Így, szépen levágtuk. Megvan? És akkor jön a kísérlet, el kell engedni. Háromra, jó? Egy, kettő, három. Jó. Jó. Hát, hogy ennek mi a magyarázata, majd vissza fogunk hamarosan erre térni. Mutatok még egy hanggal kapcsolatos kísérletet. Van mindenkinél egy olyan lufi, ez a hosszú, az kell, amelyikben van egy kis levegő. Na most, ezt fogjuk használni. Meg van egy másik is, amelyiken nincsen egy ilyen kis levegő belefújva. Na most, először következőt fogjuk csinálni. Ehhez csendbe kell lenni. Megfogod a gumiszálat, és úgy, mint a gitár húrját, elkezded pengetni. Lehet hallani? Ki ne csapjátok egymás szemét. Jó,
tegyük le, és akkor próbáljuk ki a másikkal, amelyikben van egy kis levegő fújva, azt feszíts meg, és... Hát egy az, hogy mélyebb, meg nagyon jó hangosabb, és olyan kérdésem lenne, aki pengét, hogy meg tudnál mondani, hogy honnan jön a hang? Nagyon jó, onnan, ahol van ez a kis levegő. Hát ha belegondolsz, hogy egy gitárhúr önmagában túl nagy hangot nem ad ki, de a mögötte ott van az a rezonátor, ugye a gitárnak a teste, az felerősíti a hangot, itt is erről van szó. Jó? Na most, ha már itt tartunk, akkor mutatok nektek egy érdekes kísérletet. A lufival nagyon sok mindent lehet csinálni. Na most figyeljetek, de mindenki figyelj, tegyétek le a többit, mindent. Következőt, figyelj. Megfogom a lufit. Így. Lenyeltem. De, lenyeltem, itt van. Figyelj, figyelj. Vissza is tudom tenni. Na? Na most akkor mi van? Igen, elárulom, tudod? Titkot? Nagyon jó. Tehát én ezt a kis levegőt már tegnap belefújtam, és ide lehoztam. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor megnyúlik a lufi. És ha én ezt fogom és megnyomom, akkor az ide fölugrik. Csak a tenyeremtől nem látod. És akkor ráfújok, akkor csak annyit kell csinálni, ezt megnyomom, és akkor visszaugrik. Jó? Tehát nem varázslat volt, hanem ez is egy kis fizikát. Itt látszik, hogy megnyúlt a lufi. Itt, jó? Oké, okay. Úgyhogy ezt is lehet otthon próbálgatni. Jó? Na, menjünk akkor picit tovább. Hát láttuk, hogy az előbb már eregettünk lufit, sőt, az előbb már lufi rakétát is láthattunk az egyik kísérletben. Hát nem csak lufi rakétát, hanem lehet lufis autót is készíteni. Ugye légmeghajtású, lökhajtásos autónk van. Ugye a lendület megmaradás törvényét, ha kihasználjuk és elindítjuk, akkor ez itt végig szágódik, jó? Tehát ilyet is lehet készíteni, sőt, egy kis hungarocell darabból, egy szívószálból, meg egy léggömbből kis hajót is lehet készíteni. Ugyanolyan elven működik, ugye itt egy szívószál derékszögben meg van törve, rá van ragasztva a lufi, és ha fölfújjuk, és beletesszük a fürdőkádba, és ha így teszem bele, akkor ez merre fog menni? Egyenesen, de erre, igen, jó, mondjátok, tehát ez így menne a kádba. Sőt, lehet készíteni légpárnást is lufiból. Nem kell hozzá semmi más, mint egy CD lemez, és egy PET palacnak a tetejét le kell vágni, és rá kell ragasztani. Jó? A dugó vagy a kupakját vissza kell csavarni, és arra egy kis picike lukat kell tenni. Na most, ha ez megvan, akkor következőt fogjuk csinálni. Egy lufit fölfújunk. Jó, kicsit megcsavarjuk. Ezt ide rá fogjuk tenni. Na most azért, hogy ez a lufi oldalra ne dűljön el, érdemes egy ilyen kis papírba egy pántot készíteni, ellentétesen van a két vége bevágva. Ezt szépen mind a lufi alá tesszük, így ráhúzunk, és akkor már is látszik, hogy a lufi így nem tud oldalra eldőlni. És akkor most következik az, hogy most már kiengedem a levegőt a lufiból, és akkor szépen, mint a légpárnás, ide-oda csúszik. Jó? Oké. Okay. Ugye áramlik ki a levegő, és akkor nagyon picike itt a súrlódás, és azért ilyen szinte ellenállás nélkül lehet ezt a CD-t ide-oda lögdösni. Ahogy kiáramlik a levegő belőle, természetesen nem működik tovább. Jó, mehetünk akkor tovább. Hát ugye lebegő lufi. Hát most sokféleképpen meg lehet ezt valósítani, de én hoztam egy hajszárítót, segítenél nekem? És akkor az lenne a feladat, hogy ezt a lufit lebegtessük. Gyere, álljál ide föl. Ó, ebben van valami. Igen. Fogod a hajszárítót, bekapcsoljuk, és szépen ott marad.
Igazából nem kell semmit se. Hogyha kicsit nagyobb fokozatra vesszük, akkor még magasabban lebeg a lufi, és ha kikapcsoljuk, akkor leszáll. Tehát egy lufival ezt nagyon szépen meg lehet csinálni. Ne menj el még, mert van egy másik feladat. Nem egy lufit hoztam, hanem hetet. Na most nézzük, hogy mi történik, ha most bekapcsoljuk a... Hopp, várjál! Nagyon jó, várjál! Egy a lényeg, hogy ne mozdítsd el a hajszálat, kicsit hozz lentebb, jó? Jó? Várjál, csak majd megpróbálom én, jó? Köszönöm, ügyes voltál! Jó, tehát lehet akár több lufit is, nem csak úgy lebegtetni, hanem lehet szépen mozgatni körbe-körbe. És hát mi is ennek a magyarázata? A magyarázata, az ugye említettük már itt az előbb Bernoullit, és hát ő 1738-ban egy hidrodinamika nevezetű könyvében le is írta ezt a jelenséget, hogy ahol növekszik az áramlási sebesség, ott lecsökken a nyomás. Visszatérek a sípoló lufinkhoz, ugye levágtuk a száját, elengedtük a lufit, ugye nagy sebességgel áramlott ki a levegő, ott lecsökken a nyomás, és a külső nyomás egy picit összenyomja a lufit. De áramlik ki a levegő, akkor kinyílik a lufi szája, megint jön ki egy kis levegő nagy sebességgel, megint összenyomja. És nagyon gyorsan történik ez az összenyomás, és ezért ad ki ilyen sípoló hangot ez a lufi. Jó, na most miért áramlik ki a lufiból a levegő? Igen? Össze akarja, tehát belül a levegőnek a nyomása nagyobb, mint kívül. És az a kérdés, hogy akkor hogyan lehetne ezt egyáltalán megmérni, hogy mekkora ez a nyomás? Nagy, kicsi, mihez képes, nagy, mihez képes, kicsi? De ehhez mutatok egy kísérletet. Kettő darab lufi össze van kötve egy ilyen csővel, és a következőt fogom csinálni. Ebbe a lufiba fújok egy kis levegőt, és a csövön van egy ilyen elszorító, most az el van szorítva, és az a kérdés, hogyha én ezt kinyitom, akkor mi történik? Igen, na mi történik? Nagyon jó, átmegy a levegő. A kettőben ugyanannyi lesz, csak az a kérdés, hogy mi lesz ugyanannyi. És csak kinyitom, és ezt elengedem. Na, mi történik? De melyikből megy át? Hát látod, nagyon, nagyon érdekes, a kisebbből megy át a levegő a nagyobbba. Tehát nem az történik, amit várnánk, hogy két egyforma lufi lesz, hanem a kisebbből megy át a nagyobb. Ez nagyon érdekes dolog. Na most, ugye itt nem a levegő mennyiség az, ami kiegyenlítődik a két lufiban, hanem a uralkodó nyomás, az fog kiegyenlítődni. Na most ezt a diákok meg is mérték ott Csongrádon a laborban, ugyanis, hogyha egy csőre erősítünk egy lufit, ezt fölfújjuk, és ezt egy vízzel teli mérőhengerbe beletesszük, akkor a hidrosztatika nyomás segítségével szépen ki lehet mérni nagyon pontosan, hogy a lufiban uralkodó túlnyomás az a lufi méretétől hogyan függ. És arra az eredményre jutottak a diákok, hogy minél kisebb a lufinak a mérete, annál nagyobb a benne uralkodó nyomás. Tehát azért van az, hogy mindig a kis lufi fújja föl a nagyobb lufit. Jó? Hát ez egy nagyon érdekes kísérlet. És akkor volt már itt ma lufi dúroktatás, akkor mi sem maradjunk már el. Megint nagyon odafigyeljetek, mert hegyes pálcáról van szó. Kérdés az, hogy szúrjuk át a lufit, de úgy, hogy ne durranjunk ki. Először is a pálcát, azt még tegyétek le, fújjunk lufit. Jó, mindenki fújjon. Van még lufitok? Segítek fújni, hogyha nem tudtok. Jó? És csak semmi baj. Ne, hagyd fújja, azért van. Jó? Na, megvan? Ha ez megvan, akkor ugye másikat ne szurkáljuk össze.
elővesszük a hurkapálcát, ez ki van hegyezve, igen, direkt van a végén egy ilyen kis védő, hogy ne szúrjon meg, és akkor át fogjuk rajta szúrni. Mindenkinél van lufi, lehet próbálkozni. Nem tud bekötni? Igen, kösbe, persze. Hát ott már... De úgy szúrjuk át, hogy ne durranjon ki. Na? Akkor segítek, jó? Igen? Ha hol szúrjam be? Hát ott jöjjön ki, én azt mondom. Nézzétek csak, itt kellene beszúrni a pálcát, itt a, ahol ugye fölfújtuk a lufit, itt szépen beleszúrjuk, jó, már benne van. Csak a túloldalon kell vigyázni, óvatosan kell kiszúrni. Mégpedig ott jöjjön ki, ahol a tetején van egy ilyen kis sötétebb folt, jó? Ugyanis ott a gumi nincs annyira megfeszülve, és akkor az ember ügyes, vagy ügyes, vagy nem, akkor így szépen át lehet szúrni. Na, sikerül? Igen, itt nagyon ügyes. Úgy kellene, várj, csak segítek. Még nem ment át. Várjál, mert most fog kidurranni. Jó, most szúrja, durva? Nem érdekes. Majdnem. De majdnem, nagyon ügyes voltál, tessékel. Jó? Utána majd próbálkozunk még, jó? Nézd csak. Itt így beleszúrjuk, itt, és a túloldalon pedig, na. Tessék, jó? Vigyázzál, ne lóbáld, nehogy valakit megszúrjál. Jó, na hát elég sok lufit kidurrantottunk már, de nem hagyjuk abba. Nem hagyjuk abba, folytatjuk. Most szépen, látom a lányok küzdenek itt nagyon a végén, nagyon ügyesek vagytok. Na most kell ott vigyázni a végén. Óvatosan, megvárjuk, hát ha sikerül. Megvan? Hogy hol jön ki? Ott oldalt nem lesz jó, pont a legvégében, ahol ilyen kis sötét foltot látsz. Így, majdnem sikerült. Jó. Szerintem majd a végén lehet próbálgatni. Jó, tegyétek le most már a pálcát. Jó. Nehogy egymást megszúrjátok. Jó. Tegyétek le. Nem fog. Oh. Figyeljetek csak, tehát annyit segítség elmondok, hogy amikor szúrod kifelé, akkor érdemes oda tenni a kezedet, de úgy tedd oda a két ujjadat, hogy a hegyes vége a hurkapálcának a pont a két ujjad közé menjen, és akkor szépen át lehet szúrni, jó? De ha gyakorolni szeretnétek, akkor javaslom, hogy ilyen százos csomagot vegyetek, mert az elég sok, sokáig kell. Na, akkor tegyük le a pálcákat, hogy nehogy megszúrjuk egymást, és akkor jön a következő, hogy égessünk lufit. Na, hogyan égessük a lufit, hogy ne durranjon ki? Nagyon jó, rakjunk bele vizet. Ebben a lufiban víz van. És hogy rakjam oda? Oldalról? Nagyon jó, felülről, ugye erről már volt szó. Hogyha? Igen, mert mi van benne? Nézd meg. A víz ugye a hőt elvezeti a lufitól, és akkor nem engedi, hogy ez szépen kidurranjon. Jó, akkor már ezt is teljesítettük, az előbb már elég sok lufit kidurrantottunk, itt pedig nem durrantottunk ki. Ha már ugye Faradayről beszéltem nektek, nagyon érdekes, hogy 1860-ban Faraday a téli szünet környékén 6 darab előadásból tartó sorozatot tartott, és minden egyes előadáson a gyertyáról beszélt. Nagyon érdekes dolog ez a gyertya. Én csak egyetlen egy dolgot szeretnék nektek megmondani, vagy egy kérdést föltenni, hogy mi ég, amikor meggyújtunk egy gyertyát? Igen? Viasz, megolvadt viasz. Nagyon jó, de hogy kerül ide föl a megolvadt viasz? Hát igen, tehát a hajszálcsöveség segítségével. Nagyon ügyes vagy.
És ugye elpárologott a viasz, és akkor az fog ugye a levegő oxigén tartalmával egy ilyen éghető elegyet alkotni, és ezt úgy is be lehet bizonyítani, és ott volt egy ábra az előbb, az a Faraday könyvében is megtalálható volt, hogy elfújjuk a gyertyát, és ugye ebben az esetben az éghető gőzök ott vannak, és ezt újra lehet gyújtani. Na, megpróbálom nektek megmutatni, hát, hogy sikerül elsőre. Tehát elfújom, várom, hogy füstölögjön, és utána füstöt fogom meggyújtani, és ha sikerül, akkor meggyújtjuk el ezt a gyertyát, vagy ezt a gyufát. Hát itt elég nagy a húzat, sajnos. Mindjárt megpróbáljuk még egyszer. Látszik a gyertya lángján, hogy nagy a húzat. Hát nem tudom, mennyire lehetett látni, szépen a füstön keresztül visszahúzódik a láng, jó? Ezt is lehet próbálgatni, de csak felnőtt felügyeletével, nehogy otthon valamit felgyújtsatok. Jó. Jó. Melyik az a kísérlet, amelyik legjobban tetszett? Eddig? Na, melyik tetszett neked? Amikor átszúrtuk a lufit? Na jó. Akkor mutatok még egy kísérletet utoljára, vagy kettőt, egyet én mutatok, aztán egyet meg ti fogtok önállóan elvégezni. Van itt kettő darab lufi, és a következőt fogjuk csinálni. Ezt a két lufit meg fogjuk dörzsölni. Mi fog történni? Ez a dörzsölt lufi. Igen? Aha, aha, nézd csak. Megpróbálom nektek megmutatni. Hát elnézést, hogy háttal vagyok. Itt szépen megdörzsöljük. És elengedjük. Összeragadnak? Nem, nagyon jó. Taszítják egymást, mert mi történt? Hát az, hogy most negatív vagy pozitív, azt hagyjuk. De egy a lényeg, hogy amikor megdörzsölöm, akkor mi történik? Igen, tehát elektromos állapotba kerül. Mind a kettő, és még pedig nagyon fontos, hogy mind a kettő ugyanolyan elektromos állapotú lesz. Jó? Így. És amikor én ezt elengedem, akkor ugye ezek egymást taszítják. Jó? Oké? Okay. Na most nektek, hát lehet így egymás haját is dörzsölgetni. Van még lufitok? Vagy adjak? De? Na most figyelj! És akkor arra kérek mindenkit, hogy ne szórjátok szét, csak a tálca fölött. A következő lesz a kísérlet. Fel kell fújni. Alufit. Megvan? És bekötjük a lufit. Megvan? A szomszéd haján megdörzsöljük a lufit. És van ott egy kis óraüvegbe cukor. De közelről figyeljétek. Jó, közelről, hogy mi történik? Mi történik? Nagyon jó, cukros lufi. Cukros lufi. Sikerül? De ne szórjátok szét a cukrot, mert nem örülnek akkor itt nekünk. Jó? Úgyhogy... Nem kell belenyomni, csak a közelébe kell vinni. Jó. Sikerült mindenkinek? Ez egy édes kísérlet, úgy látom mindenkinek. Igen, csak a tálcára szórjátok már vissza a cukrot, jó? Nem? Otthon lehet próbálgatni. Lufi, van, cukor van, de csak a konyhába. Jó? Jó. Na.
Már úgy látom, a hajatok is tele van cukorral. Jó. Na, figyeljetek, akkor csücs le, jó? Csücs le mindenki, még egy picit. Nagyon örülök, amikor így beindulnak a diákok, és nem lehet őket lállítani. Nincs az a cukor, amit nem tudnának Luffyval szétszólni, úgy látom. Na, és akkor, figyelj, ezt tegyük már ezt a pálcát, jó? Majd itt hadd állászol el. Na most figyeljetek, mert most jön a legérdekesebb. A végére hagytam. Ehhez a kísérlethez csend kell, mert amúgy nem működik, jó? Csendbe kell lenni, nagyon oda kell figyelni. Azt tegyétek már le azt a kis hurkapálcát, jó? Mert félek, hogy megszúrjátok egymást, úgy köszönöm. És most kellenek azok a kis, hát vízibombák, de levegővel van fölfújva. Van mindenkinél? Hát, ne, hát ott van előtted, fölfújva. Hát, szerinted mi van benne? Nincs? Hova lettek? Hát volt mindenhol kettő. Na most ezt a kísérletet, igen, ezt nagyon odafigyelve kell csinálni. Ez két ember kell. Az egyik, elmondom, és akkor utána mindenki csinálhatja. Két dolog kell hozzá. Egy lufi, és még egy dolog, narancs. De ezt nem adtam oda. Nehogy a cukorral itt valami meg a narancssal történjen időközben. Nem is a narancs kell hozzá, a narancsak a héja. És a következőt kell csinálni. Elmondom, és utána csinálhatjátok. Adok narancshéjat is, mindjárt. Az egyik őtök, figyelj, egyszer mondom el, és akkor megfogja így. A másik, vigyázz arra, hogy a narancshéjat ne a személyébe fröcskölje bele, hanem a lufira. És nézni kell a lufit erősen, hogy mi látszódik rajta. Oké? Tehát az egyik őtök fogja a lufit és nézi, a másik pedig a narancshéjból majd valamit rá fog fröcskölni. Mégpedig az úgy lehet, hogy fogod a narancshéjat, így fogod majd a narancshéjat, csak így szépen így összenyomod. Oké? És akkor valami rá fog kerülni a lufinak. Na most szeretném, ha ezt a kísérletet is egyszerre csinálnátok. Jó? Ne lőd le a poént. Igen, megvan. Megvan. Ezzel a méret. Ah, az is jó. Aha. Na, lehet akkor egyik ember fogja. Nincs. Hát ketten együtt csináljátok már kísérletet. Nem baj, hát most itt vagytok. Na, mi történik? Sak. Mi történt? És sak, majd segítek. Várjál, segítek. Ah! Na, mi történt? Neked is való fincs? Persze, itt van. Jó, mi történt a lufival? Majd mindjárt. Mi történt a lufival? Kidurrant a lufi, sikerült itt is, úgy látom. Na, miért durrant ki a lufi? Hát nem sav van benne, vagy nem csak az van benne. Egy a lényeg, hogy ami a narancs héjból kifröcskölődik, az oldja a lufit. És ezért fog ez kidurranni. Jó, én úgy gondolom, hogy elég sok lufit elhasználtunk, és hát ha egy-két olyan kísérlettel is gyarapodhatok, amit otthon is meg tudtok csinálni. Jó, én köszönöm szépen, hogy együtt kísérleteztek velem.